Sziasztok papagájok! Üdvözöllek titeket itt ismételten egy túlélő részben, immáron ez a 26. epizód. Nos, hogyha lemaradtatok volna a Twitch streamről, akkor egy gyors kis frissítés nektek. Az a helyzet, hogy hoztunk teknős tojásokat, valamint egy delfint, és megmagasítottuk ezeket az üvegeket, hogy ne tudjanak kiugorni. Még mielőtt belevágnánk a mai projektünkbe, azelőtt hadd mondjam el, hogy észrevettem, hogy tetszett nektek az a kérdés, amit 2 résszel ezelőtt tettem fel nektek, ugye a kutyussal kapcsolatban, és ezért szeretnék minden részben feltenni egy hasonló kérdést, és meglátjuk, hogy tetszik nektek, erre lehet válaszolni. A mai kérdésünk a következő: melyik volt eddig, tehát az 1.11 nem számít, a kedvenc update-etek? És mondjuk a válasz kezdődjön úgy, hogy az én kedvenc frissítésem a, és akkor oda lehet írni a választ, valamint hogyha van kedvetek, akkor azt is, hogy miért pont az a kedvencetek. Na de később majd visszatérünk ide, és hát így elmagyarázom, hogy mi lesz ennek az akváriumnak a sorsa, viszont most menjünk, és vágjunk bele a mai feladatunkba. Biztosan olvastátok már a címet, nem szeretek úgy tenni, titkolózni, mint hogyha még nem olvastátok volna. Hát igen, ezek a tervek. A helyzet az, hogy úgy érzem, hogy vannak dimenziók, amik jobban el vannak hanyagolva, mint a többi. És hát az End az egészen biztosan egy ilyennek számít. Így van, a legutóbbi Twitch streamben sajnos nem tudtam összeszedni 3 darab Witherskullt, viszont sikerült ezt megtennem, de felvettem, szóval most megmutatom nektek, hogy mégis hogyan jött össze. Ugye nyilvánvalóan át kellett menni hozzá a Netherbe, és hát ott kellett egy kicsikét tevékenykedni, egészen jól szórakoztam, elvoltam, mondhatni, hogy elhülyéskedtem az ottani mobokkal, és végül sikerült összeszednem 1-2 ilyet. Csináltam 1-2 upsit is, szóval kerültem bajba is, nem ment annyira egyszerűen a dolog, de a végeredmény számít, és az nem más, mint a 3 darab Wither koponya. Hát igen, itt lett egy icike-picike lyukacska, meg spawnolt 1-2 mob. Azonnal megmutatom nektek, hogy hogyan ástuk ki ezt az egészet, Twitch streamben csináltuk, de először megszabadulok ezektől a moboktól, és megöljük a Withert az Endben gyorsan és egyszerűen. Alig várom már, hogy elkezdjünk ebben a dimenzióban építkezni. Ezt a mai nap nem fogjuk megtenni, hanem átalakítjuk az End Portal szobát. De a következő részben úgy gondolom, hogy jöhetünk ide. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, kíváncsi leszek a palettára, a színekre, stb. És hogy miért kell nekem legyőznöm a Withert? Nos, hát kell nekem egy beacon. Jelenleg 2 darab beaconöm van, az egyiket nem használom. De szeretnék mindenképpen egy harmadikat is díszítésnek, majd ide ebbe az End toronyba, amit ide fogunk csinálni. De most csak hogy gyorsan győzzük le. Jajajaj! Mondjuk nem, mintha nagyon félni kellene, szerintem mind tudjátok, hogy hogy megy ez. És bum! Nézzétek! Bum bum bum! Bum 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 bum! És ingyen Nether csillag! Nem maradt más, mint beleugrani a portálba. Zuty! És itt is vagyunk. És lemegyünk így. Puty, talán így már nem esünk le. Yes, ez az. Ez az. Na de most nem ez a lényeg, hanem a sok blokk, amit összeszedtem és összegyűjtöttem. Na de hát ennek az óriási nagy odunak valahogyan keletkeznie kellett. Ezt gyorsan lessük meg, hogy mégis hogyan történt Twitch streamben. A legelső dolog, amit tenni fogok, az nem más, mint egy kis kraftolás. Szükségem lesz egy csomó fél lapra, ugyanis a padló ilyen anyagból lesz. Na, hát nehogy azt higgyétek, hogy terv nélkül jöttem ide egyébként. Hát eléggé megterveztem.
így előre. Nem szoktam annyira, de most úgy voltam vele, hogy szükségem van rá, ugyanis eléggé sok projektem van mostanában, ugye mindig ott vannak a streamek, stb. És hát eléggé le van halva az agyam, úgyhogy jó egy kicsikét előre gondolkodni, sosem árt. Tehát már pontosan tudom, hogy fog kinézni ez a hely. Itt lesz egy dupla lépcső, ami felvezet ide, itt lesznek korlátok, meg stb. Egyelőre nem szedem ki a beaconnt, azt majd a padlózás után tervezem megtenni, úgyhogy igen. Viszont, hogy ne csak össze-vissza beszéljek, valamint ne csak arról, hogy éppen mit csinálok, amit ti egyébként ti is láthattok a képernyőn, ezért felolvasom a résznek a kommentjeit. Ne felejtjétek el, srácok, hogyha szeretnétek, hogy benne legyen a kommentetek a következő részben, akkor nincsen más dolgotok, csak valami értelmeset írni, valami jófejet, kedveset, stb. Nem tudom, amit szeretnétek, és hogyha tetszik a komment, valamint úgy gondolom, hogy érdemes beolvasni, akkor úgy is beolvasom. Nos, az első az Györgytől érkezett, aki azt mondta, hogy szia, brutálisan jó tartalmaid vannak. Egy tipp a netherite bányászáshoz. Nekem bevált, üst ki a kvarcot is, nyilván nem a gyengéd érintés csákányoddal. Elég jól javítják a csákányokat, és sokkal több ideig tudsz afkolás nélkül bányászni. Nos hát nagyon-nagyon szépen köszönöm igazából a tippet, neked már válaszoltam is. A helyzet az, hogy régen én is így csináltam, vittem egy olyan csákányt, ami nem volt silk touch, és ugye az offhandembe véve a rendes csákányomat, amin silk touch volt és gyors volt, azt gyorsan feltöltöttem, úgyhogy nagyon király volt, viszont most már van egy olyan Enderman formom, ahol nem kell afkolni, maximum 1-1.5 perc egy-egy csákányt feltölteni, teljesen ugye a Mending Enchantnak köszönhetően, és hát az a helyzet, hogy így sokkal-sokkal egyszerűbb, szóval már nem használom ezt a módszert, de felszerettem volna olvasni, hát ha valakinek szüksége van rá, mert esetleg nincsen mob farmja, vagy talán nem is szeretne, szóval srácok, köszönjük szépen Györgynek a tippet, úgyhogy ezt most felolvastam, hát ha valakinek szüksége van rá. A következő kommentünk az nem mástól érkezett, mint Sándortól. Nos, Sándor megkérdezte, hogy ilyen robotos a skined. Nos, úgy gondolom, hogy erre gondolsz. Igen, srácok, ennek a cyberpunkos építményeimhez van köze, és hát még valami máshoz is, amit majd hamarosan meg fogtok tudni, de ne legyetek annyira kíváncsiak. A lényeg az, hogy most egy kicsikét félig robot lettem, de ne is törődjetek ezzel. Ugyanúgy koronás papagáj vagyok, szóval nyugalom. Egyébként köszönöm mindenkinek a kommenteket, valamint köszönöm annak a két embernek is, akinek a kommentjeit végül beolvastam. Jó fejek vagytok, köszik a kommenteket. Szoktátok tőlem kérdezni, hogy mégis miért szenvedek a féllapokkal, miért nem használok egyszerűen csak deszkát. Nos, azért, mert egy darab deszkából ugye 2 darab féllap lesz, ami azt jelenti, hogy egy blokkból 2 tudok így lefedni, szóval nagyon sokat tudok ezzel spórolni. Eléggé kevés időm van ugye főleg suli mellett anyagot gyűjteni, azt is Twitch streameken szoktam, és hát ezért igyekszem mindennel spórolni, és csak akkor használni cuccokat, amikor muszáj, és csak annyit, amennyit muszáj belőle. Rájöttem, hogy az egyik kedvenc effektem az nem más, mint a Haste 2, ugyanis Efficiency 5-ös csákánnyal kombinálva instant ütöm a köveket, ezt nézzétek meg. Most, hogy a padlózás megvan, erre már itt nincsen szükségünk, úgyhogy ezt gyorsan lebontom. Aj, fáj a kis szívem érte, pedig milyen nagy-nagy haszna volt itt. Mint látjátok, ez egy eléggé nagy terem. Az utolsó Twitch streamünk óta eléggé kibővítettem, nem akartam szűkösködni. Viszont, amit most csinálni fogunk, ugye kiszedtem a beacont, szóval direkt úgy csináltam meg az egészet, oké, ez a csík most pazarlás itt végig, de ide fogjuk majd letenni a falakat. Egyelőre nem vagyok biztos abban, hogy van nálam elég kő, ugye végig a szilktárcsos csákánnyal, amit biztonsági okokból ide tettem, végig azzal bontottam ki, tehát kell, hogy legyen elég kövünk, csak most nem fértek bele ebbe a 3 shulkerboxba, úgyhogy erre majd egy kicsikét később visszatérünk, most viszont a belsejét szeretném megcsinálni, elég sok mindenre lesz itt helyünk. Viszont aminek mindenképpen ide kell kerülnie, az nem más, mint a dupla lépcső, úgyhogy azzal fogok kezdeni. Először az egészet így körbeveszem fél lappal, ugye ismételten itt is fél lapot fogok használni. Szerintem ez talán a legjobb ötlet, ugye mint mondtam a spórolás miatt, valamint itt a portál alatt is lesz nekünk egy szobánk,
amire egyelőre még nem találtam ki funkciót, de egészen biztosan még ebben a videóban kifogok. Ugye az egésznek a koncepciója az lesz, hogy a portálszobát valamint a könyvtárszobát így egybe gondoljuk és egybe forrasztjuk. Szóval eléggé izgalmas kis projekt lesz, nagyon várom már, hogy hogyan fog alakulni. És hát igen, hoztam egy csomó könyves polcot. Itt vannak nálam. Remélhetőleg ennyi elég lesz, hogyha nem, akkor hát jó sok anyagra és kraftolásra lesz még szükségem. Na hát ugye az egészet úgy szeretném megcsinálni, talán onnan kellene indulni fentről. Tehát az egészet úgy szeretném megcsinálni, hogy négy széles legyen nekünk ez a lépcsőnk, és hát talán kettesével menjen lefelé, tehát egy, ugye kettő, három és négy, rendben van, akkor most ez alatt így kimegy egyel, szóval így. Egyébként mindig mondjátok, hogy mennyire csodálkoztok azon, hogy mennyi időt beleülök ebbe, és hogy ez amúgy nekem nagyon-nagyon jól esik, és néha-néha szeretem benne hagyni a hibákat is, pontosan ezért. Tehát most látjátok, elrontottam, amit az elmúlt 5 percben csináltam, az teljesen újra kell csinálnom. Nem félek hibázni és újrakezdeni az egészet. És talán ez a szép az egészben, hogy az embernek szüksége van türelemre. Mindenképpen szüksége van türelemre, ugyanis ez hát nem készíti el saját magát, és elsőre soha nem lesz tökéletes, ez egészen biztos. Most itt a korlátokat nézem, plusz azt, hogy nem biztos, hogy egy egész blokkal emelkedhet itt, úgyhogy lehetséges, hogy majd kell fél blokkokat használnom. Gyorsan megpróbálom kitalálni, és akkor utána tali. És puty! Nem is fájt, ugye? Egy kis szünet sosem árt szerintem. Nos hát, sikerült végül megnéznem, hogy hogyan működik ez a lépcső jól. Ugye az alján kicsit eltoltam, akkor kijavítottam ezt az ívet egy icipicit, hogy ide érkezzen föl rendesen, és akkor itt kell majd megcsinálnunk a padlót. Ezek mögött lesznek a könyves polcok. Milyen ezek mögött? Ez mögött, e mögött lesz a könyves polc. Egy nagy-nagy könyves polc, amit igazából osztopok fognak majd elválasztani. Most azon gondolkodtam, hogy előbb csináljam-e meg a padlót így esetleg ehhez a szinthez, vagy tükrözzem rá a lépcsőt a másik oldalra. Valószínűleg a lépcsőt fogom így választani, szóval ezt majd befejezzük, ugyanis hát ez a nagyobb fejfájás. Igen, itt nincs sem Word, itt nincs csalás, sem ámítás, úgyhogy itt ezt kézzel kell megcsinálnom. Ugye számolgatok nyilvánvalóan, hogy hogyan lehet ezt. Még szerencse, hogy itt azért így nagyjából... Hoppá! Tehát szerencse, hogy itt azért nagyjából látszik, hogy mi hol van. Tehát azt hiszem, hogy ide négyet kell rakni, de hogyha oda felfutok, akkor gyorsabban meg tudom nézni így. Futi, futi! Oké, itt már egy oszlop lesz, és akkor itt ez kimegy négyre, szóval ez itt egy, kettő, így, ez a második, ez a harmadik, és ez itt elvileg a negyedik. Olyan jó ezeket csinálni egyébként, mindig is rossz voltam matekból, sosem tagadtam, én sokkal inkább egy ilyen irodalmas, verses, könyves, történetes srác vagyok, szóval sosem érdekelt annyira a matek, ugye inkább a humán tantárgyak, de annyira jó így kilogikázni a dolgokat, és olyan jó érzés, amikor végre sikerül megcsinálni azt, amit akartam, szóval igen. És elvileg ez akkor most szimmetrikus kell, hogy legyen. Reméljük, viszont mindjárt meg is tudjuk, szóval nem kell túlságosan sokáig reménykedni. Még annyi viszont, hogy egy pár darab ilyen teli blokkra szükségem lesz. Nem vagyunk korlátoltak, de a korlátokat szeretjük, ugyanis adnak egy kis kiegyensúlyozást, egy kis körvonalat az építménynek, ugye főleg, hogyha az ember lépcsőt csinál, akkor eléggé fontosak, tök jól behatárolják magát a lépcsőt, és nem tűnik annyira nyíltnak az egész, látjátok? Hanem sokkal inkább összeszedett, balanszos és szép. Bum, szimmetria! Általában nem szeretem, de itt egészen jól néz ki, pontosan ez kellett nekünk. Hát, mint látjátok, most éppen ezt a részt próbálom megcsinálni. Úgy gondolom, hogy végül néhány oszlop fog majd ide kerülni,
ami, hogyha elkészül, akkor egészen jól fog majd mutatni. Most itt egyelőre még azon gondolkodtam, hogy milyen távolságra legyenek ezek az oszlopok egymástól, ugyanis szerintem egészen jól kivehető, hogy hát nem valami jó számokkal, jó arányokkal rendelkezik itt ez a rész. Viszont, hogyha hármasával rakom, akkor talán az oszlopok miatt lesz majd furcsa, de hogyha egybeolvasztom a korlátokkal őket, akkor talán még jól is mutathatnak. Úgy gondolom, hogy ezeket a lépcsős szegélyeket meghagyom, ez így egészen jól néz ki. Valamint akkor talán... így esetleg... Nem, az a baj, hogy ez itt mindenképpen kilógna, úgyhogy lehet, hogy az egészet előrébb kellene hoznom egyel, vagy amit még meg tudok tenni, és lehet, hogy nem is lesz más választásom, hogy így leszedem ezeket, és akkor végül lépcsőkkel takarom el az egészet. Rendben van, azt hiszem, hogy erre ez lesz a megoldás. Most már jöhetnek a falak, valamint itt a bejárati ajtó, ugyanis ahogyan elmondtam, ide szeretnék még egy-két szobát, na majd persze ezeket a részeket valahogyan eldugjuk, meg gyorsan ki is kellene őket világítani, még mielőtt Creeper spawnol oda, az nem lenne valami jó, de még mielőtt ezeket megtesszük, szeretném, hogyha láthatnám már végre, hogy hogyan alakulnak majd a falak, ugyanis ez itt még okozhat fejfájást, emiatt még lehet, hogy át kell építeni, de talán most már nem. Nagyon remélem. És akkor így ide, valamint így ide. És hogyha nagyon meg akarom tartani a boltíveket, akkor még mondjuk ide is ugye rakhatok. Jó. Hát nem is tudom, ide még esetleg lehetne egy-két extrát rakni, tehát mondjuk valami ilyesmit, hogy legyen benne valami, meg akkor egy-két gombot még el tudnék képzelni, ugye hát talán ide is rakhatnánk ilyen kilógó oszlopokat, bár a korlát lehetséges, hogy kicsit így közbe szól, de annyira nem. A túlélőben való építésnek egyetlen egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz része van, és nem más, mint az inventory management. Tehát a végére az embernek már így néz ki az inventória, szerintem ezt senki nem szereti. Viszont le kellett most állnom gyorsan egy picikét az elejével, ugyanis kezdtem átesni a lónak a túloldalára, ami a túlrészletezést illeti. Ugye nem szeretem, hogyha egy építmény túlságosan részletes minden porcikáján, ugyanis hogyha egy nagyobb építményről van szó, akkor a túlrészletezés éppen a hátrányára válik az egésznek. Ami hát nem valami jó. Hogyha egy hatalmas építménynek minden része részletes, akkor az egész nem lesz más, csak egy óriási nagy káosz. Egyébként közben gondolkodom, hogy mégis hogyan szeretném a falakat, ugye mondtam, hogy ezekkel a stone bricks-ekkel lesz az egész megoldva. Na, és hát ennek van is egy oka, ami nem más, mint az, hogy szeretném megtartani az eredeti érzését ennek a helynek. Szóval oké, hogy átalakítjuk, oké, hogy megcsináljuk, és hát szebbé varázsoljuk, remélem, hogy szebb lesz majd a végére. De mégis ez a Stronghold, könyörgöm, ez egy ikonikus Minecraft építmény, ezt meg kell tartani. Ezt egyszerűen nem lehet csak úgy arrébb söpörni, besöpörni a fiókba, és csinálni valami mást helyette, muszáj megtartanunk az eredeti érzést. Tudjátok, hogy mit felejtettem el teljesen? A bejáratot. Mégis hogyan fogunk bejutni ide? Most már csak ez a nagy-nagy kérdés, ugye... Eredetileg ezen a két lyukon közlekedtem, itt volt lent egy víz, és csak simán leugrottam. Na hát, ezt most nem nagyon fogom tudni megtenni, ugyanis, mint látjátok, pontosan ide érkeznék. Szóval valószínűleg itt lesz majd egy bejárat, és azon keresztül elmegyünk a bázisunkig. Hát, mivel egy hegyben vagyunk, ezért szükségünk lesz egy nagy-nagy folyosóra, ami elvezet a hegynek arra a felére, ahol a bázisunk van. Úgyhogy ezt is meg fogjuk majd csinálni, viszont most nem nagyon akarom elterelni a saját figyelmet, hiszen éppen most álltam volna neki, amikor ez eszembe jutott, ugye a polcoknak, amiket mondtam, a szekrényeknek, hogy meglegyen az a könyvtár érzés is, ne csak a portálszoba érzés. Miközben húztam föl az oszlopoknak az alapjait, eszembe jutott valami. Valami, amiről már egészen biztosan ti is megfeledkeztetek. És ez nem más, mint a sárkánytojás. És mivel pontosan
Hát rosszul jöttek ki az oszlopok, ugyanis itt 5 darab hely van, itt pedig csak 3, ezért arra gondoltam, hogy ide építhetnénk valamit. Valami tartót, valami oszlopot, valami érdekeset, ami fogja, tartja a mi sárkánytojásunkat, az egyetlen egy sárkánytojást ebben a világban. Tök jó, hogy egy ilyen különleges helyen lesz, közel a portálhoz, közel az eredeti otthonához, ami azt illeti. Kezdem azt érezni, hogy a túlélő sorozatnak azon részére érkeztünk, ahol már nagyjából van mindenféle farmunk. Oké, tudom, aranyfarm, stb. Nincs, de ezeket én szerintem nem is nagyon akarok. Minden, amit akartam, az már megvan, úgyhogy innentől jöhetnek a nagyobb építős projektek, vagy a kisebb igazítások, érdekességek, építések, szóval végre elérkeztem oda, ami miatt ezt az egész Let's Play-t elkezdtem, hogy túlélőben építhessek, hogy kihívásokat találjak az építésben, és hát igen, várom már a következő projektjeinket egészen biztosan. Mit gondoltok, mi lehet az az építmény, amit mondjuk el tudtok képzelni ebben a világban, viszont még nem említettem, hogy szeretnék ilyet csinálni, nyugodtan írjátok meg az ötleteiteket. Persze nem ígérem, hogy meg fogom csinálni, sosem ígérem, de lehetséges, hogy tudok szemezgetni vagy inspirálódni az ötletekből. Na és akkor itt vannak hármasával az oszlopok, itt van ez az ötös hely. A hármas helyekhez kellene raknunk könyvespolcot. Hát 3x64 meg 36, az nem biztos, hogy elég lesz. Sőt, hogyha őszinte akarok lenni, akkor több mint valószínűleg nem lesz elég. Meg azt nézem most esetleg, hogy előrébb hozhatnánk az oszlopokat, hogy ne kelljen itt áskálódnom, hogy ne kelljen úgy beraknom a könyvespolcokat, hogy kiásson mögötte a falat, ugyanis az most már egy icike-picikét, mint látjátok, tovább tartana, ugyanis nem instant ütöm ki a blokkokat, mert kiszedtem a beacont. Yes! Megcsináltam! Megcsináltam. Na, most akkor viszont jöhet a könyvespolc. Yes! Na, a lényeg az, hogy valószínűleg craftolnom kell, nem hiszem, hogy elég lesz. Nagyon meglepődnék, hogyha mégis. Nem nagyon számoltam meg, néha csinálok egyébként olyat, ezt itt ki kell világítani, mert ezt tudja, hogy lesz mindenféle mobbal, és itt fognak nekem nyögdécselni az oszlopok mögött, az nem lenne annyira jó. Na de a lényeg az, hogy általában amúgy kiszoktam számolni, hogy mi a helyzet, főleg ilyen kis számoknál. Tehát megnézem, hogy hány oszlop van, hány sor van, és akkor nagyjából annyit készítek be. Hát ez most nem így volt, ugye ezeket alapból a Strongholdas könyvtárból, tehát körülbelül erről a pontról, mert nagyon közel volt a portálhoz a könyvtár, tehát körülbelül pontosan innen hoztam. Elvittem, hogy jók lesznek majd enchantolásra, de végül nem arra használtam őket, hanem díszítésre, ugye én nagyon szeretek könyvespolcokkal díszíteni. Egy pár darab loomot, azaz szövőszéket is hozok majd ide, amint tudok craftolni. Ugyanis azok tök jól néznek ki, mint üres könyvespolcok. Szóval igen, kiszoktam számolni, hogy hány sor van és hány oszlop, viszont ezt ezúttal nem tettem, csak bedobtam az összeset, ami volt, mert nem voltam benne biztos, hogy elég lesz ennyi. Úgy néz ki, hogy haza kell mennem, és ezt az End portálon keresztül fogom megtenni. Yes, menjünk. Kérlek, mondd, hogy van még valahol. Kérlek, 37 darab, áj. Az lehet, hogy nem lesz elég a 37. Van itt még pár könyvem, csak... Hát igen, sugarcane-em is lenne még. Akad. Próbáljuk meg, akkor craftoljunk. Ha már itt vagyunk, akkor megmutatom nektek, hogy mire gondoltam. Tehát valahol a Stronghold itt helyezkedik el. Itt kellene ezen az oldalon kijönnünk. És akkor onnan valami kis utat, vagy valami hasonlót tudok elképzelni. Tudjátok, mit nem hoztam? Fáklyákat. És ez problémás. Hello. De nem baj, rakok le ide a drága lanternből egyet, és akkor remélhetőleg ez már megakadályozza őket a spawnolásban. Igen, hazamentem, és nem hoztam fákját. Vissza az igazán fontos dolgokhoz, a könyvespolchoz. Ezt itt gyorsan befejezem. Oké, megjöttem, itt vagyok, folytatjuk, csak kellett még pár dísz. Ugye említettem a loomokat, na hát azok most mindenképpen kelleni fognak, ugye a szövőszékek. Hát egy néhány darabot tudtam csak belőle csinálni, szóval ide nem nagyon rakok, mert itt úgyis el fogja majd takarni a sárkánytojásunk, hogyha sikerül rendesen csinálni neki egy helyet. Na mondjuk így legyen. Így, és akkor ezt egy pár helyre megcsinálom.
Lassan kezd összeállni. Eléggé. Tök jól néznek ki ezek a szövőszékek ott fent, viszont amit még meg akarok csinálni, az nem más, mint a boltívek a polcokra. Na hát igen, itt most ki kell majd cserélnem egy-két blokkot, mondjuk így szépen, aztán itt is, és akkor itt közötte meg kellene csinálni a boltíveket. Majd elfelejtettem, hogy lesz itt nekünk még egy plafonunk is, úgyhogy nem szabadna azt elfelejteni, hogy ezeket ki kell szedni, és itt lesz maga a plafon. Szóval ezt most gyorsan megcsinálom, így mondjuk az oszlopoknál, és akkor úgy szépen, és reménykedek benne, hogy anélkül, hogy leesek, oda tudok menni, így, hogy összeszedjem ezeket. Nézzük csak, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, tehát ezeket kiszedjük, így végig, oké, és megvagyunk, és akkor itt is ugyanúgy. Azt hiszem, hogy ez így működhet. Most már csak azt kellene kitalálni, hogy mégis milyen anyagból legyen a tető. Ameddig viszont azt kitalálom, valamint még agyalok azon, hogy miféle további részleteket lehetne ide adni, addig... addig megcsináltam mondjuk a falakat. Ugyanis ez... káosz. Szerintem nem is kell nagyon részleteznem. Ígyni. Úgy gondolom, hogy először megcsinálom az egészet téglából, aztán utána majd egy kicsikét még részletezgetjük, tehát valószínűleg texturázni fogom, azt még nem döntöttem el, hogy andezittel, vagy esetleg sima kővel. A sima kő az lehet, hogy esélyesebb, ugyanis az andezitnek van egy ilyen nagyon-nagyon halvány kis világos kékes beütése, ameddig a kő inkább ilyen szürkés árnyalatú. Aha, oké. Hát remélem, hogy nem fogja túlságosan leszűkíteni a terünket, az egészen biztos, hogy azokat a rácsos ablakokat is hozzáadom majd, amik az eredeti Strongholdban vannak. Hogyha megcsináltam, akkor utána találkozunk. Van még azért egy-két dolog, amit nagyon szívesen megcsinálnék, de azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az alap az készen van, már csak a részletezés van vissza. Na hát igen, ez a rész szerintem teljesen kész van, ugye látjátok, ide raktam még egy ilyen extra boltívet, szerintem ez nagyon-nagyon sokat dob rajta, valamint még itt ki kell találni, hogy mit csináljak az ablakokkal, valószínűleg egy sötétebb blokk fog majd oda menni, és rácsok kerülnek elé, ahogyan azt ott is látjátok, a másik oldalra ezt tükrözni kell, ugye itt még nagyon-nagyon csak az alapok vannak meg, és hát végül ki kellene találnom, hogy a plafon, valamint a falnak az összeresztésénél milyen dísz legyen, milyen szegély. Szerintem valamilyen spruce woodot fogok használni, hiszen az itt az a szín, ami igazából a díszeket adja. Tehát látjátok, hogy a dark oak, valamint a szürke falak dominálnak leginkább, de amikor színt kerestek és meleg tónusokat kerestek, akkor ugye a spruce az, amin így először megakad a szemetek. Úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy ezt gyorsan megcsinálom, ez már csak egy-két dolog, és akkor utána meglessük az egészet gyorsan shaderrel. Ó igen, szükség volt erre a pár extrára. Igen, igen, például ezekre a fáklyákra, valamint erre a boltívre. Meg hát persze az extra részletekre. Ugye, mint mondtam, megcsináltam a szegélyeket, befejeztem itt ezt a részt, hogy teljesen hasonlítson és emlékeztessen az eredeti portálszobára, valamint a 4 darab sárkányfej, mindegyiket egyébként egy-egy NCT-ben szereztük, hát kikerültek ide. Szóval itt tök jól néznek ki. És hát igen, ahogyan mondtátok többen a Twitch streamben, hogy meg kellene csinálni ezt a Nether portálos összekötést,
Hát ezt megtettem. Néha-néha kapok egy-egy vendéget, őket ilyenkor gyorsan-gyorsan leölöm, ugye egyesével nem annyira a gáz, úgyhogy ezzel majd kezdek valamit a másik oldalon. Egyébként nagyon-nagyon közel van a két portál egymáshoz, de akkor lássuk is meg, hogy miket csináltam. Ugye említettem a sárkány fejeket, itt belül végül nem túlságosan sok minden készült el. Hát, várom a tippeket, hogy mégis mit rakjak ide. Várom a tippeket. Itt még szeretnék kapukat, szóval ezt egyelőre így hagytam, hogy lássam, hogy ezt még ki kell ásni, szóval nem cseréltem ki itt a blokkokat. Valamint ugye a világítás. Na hát itt volt egy érdekes helyzetem, majdnem felrobbantott egy creeper, és itt egyszerűen nem tudtam kivilágítani. Ugye megnéztem, mindenhol hetes felett van a fény, ami azt jelenti, hogy már nem tudnak mobok spawnolni. Itt ezen a ponton volt 6-os, úgyhogy egy-egy fákjával megoldottam jelenleg, aztán majd lehetséges, hogy mozgatom még a lámpásokat, hogy ne kelljen itt fákját használnom. Ugye látjátok, hogy itt amúgy használtam, csak szépen item frame-ekbe beleraktam őket, meg egy slabet odaraktam. Na de akkor itt menjünk föl, ugye 2 darab lépcső van, ahogyan eredetileg is beszéltük, és itt van a portálunk. Nagyon király, végül lefettem, egyébként eredetileg azért, mert amikor itt építkeztem, akkor egyszer majdnem beleestem, és hát nem nagyon akartam folyton visszajárkálni, ugye akkor még nem volt gyors nether portál, hanem mindig vissza kellett repülnöm, úgyhogy gyorsan lefettem, aztán végül úgy gondoltam, hogy így hagyom, így legalább biztosan nem kerül át egy random creeper vagy mob a másik oldalra, ugye hogyha mégiscsak valójában beszponolna, elvileg nem tud, de hogyha mégis nem tud átkerülni, akkor a másik oldalra is nem robbant fel egyből ott az end spawnnál, és a tojás. Végül kiraktam ide. Egy kis extra világításra szorul még egészen biztosan, úgyhogy szerintem majd endrodokra cserélem ki ezeket, ugyanis ezek nem nagyon adnak ki elég fényt, ugye a kék fákják, és majd meglátjuk még, hogy hogyan alakul. Végül ugye ezt a fekete blackstone-t használtam, gondolkodtam, hogy milyen legyen. Igen, tudom, egy kicsikét elüt a fás színektől, de nem baj, ugye magához a tojáshoz eléggé illeszkedik, és most ez volt az első számú dolog, amit figyelembe vettem. Oké, hát azt hiszem, hogy erről a helyről nem igazán tudok már mit mondani. Elkészültünk, na azt ott még meg kell gyorsan csinálnom. Ígyni, az utolsó alkalom, hogy itt jöttem be a tetőn, pápá, és akkor majd szépen lefedjük azt a lyukat ott fent, oda majd mindjárt elrepülök, befedem, és hát innentől már a Nether portálon keresztül tudunk közlekedni, de elkészültünk a mai projekttel. Most még gyorsan ölök egy pár állatot, ugyanis nem igazán van kajám, eléggé szenvedtem, össze-vissza ettem mindent, konkrétan megettem egy egész steknyi kiszárított kelpet, azaz hínárt is, annyira nincs kajám, úgyhogy most el kell mennem gyorsan a Looting 3-as tüzes kardommal vadászni, és akkor utána elköszönünk. Egyébként majd kommentben mindenképpen írjátok meg, hogy tetszett a mai projekt. Látjátok, itt vagyunk nagyon közel, ezt majd egy Twitch streamben szépen megcsináljuk, meg ezt a folyosót is, eljövünk így, és már itt is vagyunk bent, yes! Tehát ott tartottunk, hogy vadászat, látjátok? Semmi kaja, itt van egy icike-picike, de ugye ezt nem akarom, meg ezt se nagyon, mindegy, el kell gyorsan mennünk egy kis húst szerezni, úgyhogy, jep, nem már! Málna, hallod? Mindig így járok. Na tehát gyorsan kicseréljük ezt a kardot erre, a Fire Aspect-es kardra, és elrepülünk a távolba húst szerezni. Barihús, 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 kocahús, 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 boci, boci, tarka, se, füle, se, farka, oda. Megyünk lakni, ahol? Tapasztalaton alapuló meggyőződésből mondom, hogy a tehén a legritkább mob ebben a játékban. Konkrétan 20 percig repkedtem körbe, mire találtam annyi tehenet, hogy be tudjam fejezni ezt a kis dalocskát, de nem baj, megérte. Viszont, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Legyetek jók, hamarosan újra találkozunk, és addig is ne felejtjétek, a tea mindenre jó. Hellóka, sziasztok, pápá!